1939-ben születtem Kispesten. Kispest akkor még nem volt a fővárosnak a része. Ezt mindig hangsúlyozom, hogy Kispesten születtem, ott nevelkedtem, az úgynevezett Vekerlet telepen. Ugye Vekerlet telepnek hívjuk, nem telep. Ez egy igazi kertváros. Minden lakáshoz tartozott egy, én úgy hívom, hogy három barackfás kertterületecske, ahol mindenki becsületesen megművelte a földet. Az igazi kertje mellett igazi szomszédjai voltak, akik beszélgettek még egymással. Azt hiszem, mindent megtanulhattunk volna ettől a városrésztől, hogyha a mi lakótelepeinknél, mert meg lehetett volna tanulni ezeket a tanulságokat, fölhasználtuk volna. Édesanyám Kispesten adminisztrátor volt, édesapám pedig, ő postaforgalmi igazgató volt. Nagyon jó esztergályos volt Kispesten a Hoffer traktorgyárban, amelyik akkor világszínvonalon dolgozott. De a 30-as éveknek az elején, 31-32 gazdasági válság volt, és apám akkor elhatározta, hogy ha biztonságosabb létalapot teremt, és egyszerűen beiratkozott a Fáy András gimnáziumba, ahol utána én is érettségiztem, és így 4 év múlva polgárit végzett előtte, édesapám megszerezte az érettségét. Egy testvérem van, nővérem, énekes volt, operetszínház, operaház tagja, majd pedig később zenei újságíró a Muzsika című lapnál dolgozott. Mikor kezdett el foglalkoztatni az építészet? Mondjuk a Vekerlet telep azt gondolom, hogy egy olyan inspirációt adhat bárkinek ehhez a szakmához, hogy annál jobb nem kell. Az embert meghatározza a környezete, Vekerlet telep. Mi jut eszedbe elsőül? A fákat tudom mondani. A fákat, amelyek az utakat szegélyezték, és szinte mint ilyen katedrálisoknak a mennyezeti része, ott ölelkeztek az út fölött. Ezek fantasztikusak voltak, de mondhatom, hogy ilyen óriási alagút volt. Ezzel a kertészeti csodával miért nem él igazán évtizedek óta a modern építészet? Hát ezt nem tudom, de hogy ez végtelenül fontos, hát mivel az Alföldön is dolgoztam, tudom, hogy mennyire fontos például egy alföldi vidéken, akár egyetlen egy fa is, aminek nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült megakadályoznom Kecskeméten egy úgynevezett alközpontnak a megvalósulását. Kiskovács Gyula kért meg arra, hogy keressek helyet a Széchenyi szobornak Kecskeméten. És végül, ahogy körülnéztem, rögtön megtaláltam ezt az alközponti területet, azokon a nyomvonalakon igyekeztem kialakítani az utat, ahol az emberek jártak, és itt 240 hársfát ültettünk el. A két főútvonal mellett ott gesztenyefákat ültettünk, Széchenyi megért 69 évének az emlékére. Ott fogalmaztam meg magamnak, hogy olyan házakat kellene terveznünk, amelyek, ahogy a fáktól megtanulhatjuk, minél öregebbek, annál szebbek. Na most ilyenek a jó házak. A jó házak azok tényleg szépen öregszenek. Hát ha csak nem pusztítjuk őket tudatosan.